A Magyar Dallamok az Európai Zenében című hangversenyen a zenetörténet megkerülhetetlen alakjaitól hallhattunk műveket Palatinus Violetta koncert és operaénekes fuvolista, Ács József zongoraművész, valamint Lozsányi Tamás zongoraművész által. Így az egybegyűltek, bebarangolhatták a magyar dallamokkal fűszerezett Európa zenetörténetét. A művésznő mesélt nekünk arról, hogy milyen szép emlékek fűzik Szekszárdhoz 2005-ből. Világifjúsági találkozót összehoztuk a Kolping társasággal, a Kolping iskolával itt Szekszárdról, és az Eschweiler-i fiatalokat, ez egy nagyon nagy portkavart, és mind a két országban több turnét csináltunk. Meghívtuk Köntösné Rajnai Anna Máriát, aki annak idején a motorja volt a szekszárdi csoportnak, és nagyon örülök, hogy ma itt látjuk, tehát ez egy régi barátság, mind Berlinger Attilával, mind Kocsis Antal volt polgármesterrel, tehát ez egy nagyon szép emlék volt nekünk. Édesanyám elhunyt 3 évvel ezelőtt, és egy kis házi koránk maradt. Ahhoz a gyerekeknek, az ő unokáinak nagyon nagy emlékei fűződtek, nem volt szívünk eladni, és egyik napról a másikra eldöntöttük, hogy egyszerűen ott hagyjuk Németországot, hazajövünk. Ezt senki nem hitte el, mert ott a liszttársaság vezetője volt a férjem 40 évig. Ő alapította, úgyhogy egy nagy vágást csináltunk. Kiválasztottuk a legszebb zenéket a férjem koncepciója alapján, ami nem magyar tipikus folklórikus, hanem inkább verbunkos, de erről inkább beszéljen ő. Magyarországon a zeneszerzést elvégeztem, és az orgona szakot. És hát ilyen alapon orgonaművész vagyok, és zeneszerző. És kint a zongora szakot végeztem Düsseldorfba, amikor kimentem. Úgyhogy ez így alakult az életem, és akkor 40 évig egy liszttársaságot alapítottam ott, és hát ott számtalan koncertet csináltam magyar művészekkel, és hát igazság az, hogy én tulajdonképpen magyar maradtam. Szóval én inkább magyar vagyok, mint német. De hát a német zenét, ezt nagyon szeretem, hát az a legnagyobb. Hát ugye. És ezért még a mostani koncerten is azért én összeszedtem egy-két olyan számot a legnagyobb zeneszerzőktől, akiknek a verbunkos stílus, ez a magyar stílus nagy hatással volt rájuk. És ez már Bachtól kezdődik, mert egyébként kevesen tudják, hogy az ő apja az innen lett kitelepítve Türingiából a Bach család. Hát és ezért egy Bach fugával, egy perendomis fugával kezdjük, amit a Lozsányi Tamás barátom fog orgonán játszani. Ez az egyetlen Bach fuga, amelyik egy verbunkos témára épül. Úgyhogy, és én a koncert elején az első számom az lesz, hogy az első időben, tehát 16., 17., 18. és 19. században ezekbe a Kájoni kódexbe, a Lőcsei kódexbe megjelentek ezek a magyar táncok, és így ismerték meg, úgyhogy a Haydn, Mozart, Beethoven, Bach, ezek így ismerték meg, és egy-két művébe beleépítették a verbunkos stílus, és ebből akarok egy-két részletet játszani most ma. Úgyhogy ez lesz a érdekesség ebben. És hát a Liszttől persze, Liszt mint tulajdonképpen, mint egy európai zeneszerző, és mint az első európai volt ő, hogy így mondjam. És Kodályt is én nemzetközileg az egyik első helyre teszem, ezért játszok tőlük is egy-két szép zenét, amit itt mindenki ismerni fog. A
amit én most fogok játszani, az Appassionata szonátát, azt itt írta, de azt nem játszom el, ez egy hosszú, de az utolsó oldal, a döbbenetes, hogy a legtetején, a legcsúcsponton egy verbunkos tesz be. Ez, és utána még aztán ő, persze ő jobba volt nagyon sok, hogy mondjam, ilyen herceggel, meg róffal, és ő sok megrendelést kapott, és például a Szent István nyitány, az is tiszta magyaros. Úgyhogy a Beethoven-től majd, hát attól tudnék nagyon sokat játszani a Beethoven-től. De hát itt az a lényeg, hogy sok kis részletet játszok, mert hát az egy órán belül kell ezt csinálni. És utána még ő énekel szép dolgokat, meg fuvolázik egy nagyon nagyszerű, a fuvolistáknak a Paganinije volt, a Doppler Károly. Abból játszik egy magyar fantáziát, ami azért érdekes, mert például ő nem is volt magyar, de annyira szerette a magyar zenét. A művészpár életét nem csak a zene szeretete, hanem 33 év házasság és 7 leánygyermekük köti össze. Több mint 3 évtizedet Németországban éltek, 3 évet Ceglédre költöztek, újra itthon vannak.